Vállalkozói fórum keretében tájékoztatta Paks polgármestere a megjelent építési vállalkozókat, azokról a városfejlesztési feladatokról, amelyekre a közeljövőben várják a helyi cégek pályázatait is. Szeretnénk, hogyha ezekből a beruházások, ezekben a beruházásokban őket helyzetbe hoznánk. Szabó Péter számos olyan beruházást sorolt fel, amelyek a Paks 2 beruházás megkezdés előtt a következő időszakban fognak elkészülni mint például a lakótelepi park teljes körű felújítása, az életfaidősek otthonának bővítése, a polgármesteri hivatal felújítása, a Dunakömlött Paks közötti kerékpárút kivitelezése és számos intézmény felújítása, korszerűsítése. Biztosítottam természetesen a vállalkozókat, hogy a, a polgármester rajtaja mindig nyitva áll, és, és várom őket, nagyon sok szeretettem, bármilyen ügyes-bajos gondjuk van. Süli János tájékoztatta a vállalkozókat a Paks 2 beruházással kapcsolatban, aki felhívta a vállalkozók figyelmét arra, hogy a minél sikeresebb és több munka megszerzése érdekében fontos a helyi cégek társulása, együttműködése. Mindig azt erősítjük, hogy társuljanak. Persze ugyan még a társulás mellett az a tőke igény, amit a orosz fél megkövetel majd, Garanciaként abban majd mi nekünk segíteni kell. A miniszter hangsúlyozta, Mindenképpen számítanak a helyi vállalkozókra, akiket mindenben segíteni szándékoznak. Éppen ezért hoznak létre Pakson egy tájékoztató irodát, ahol könnyebben juthatnak majd információhoz a kiírt munkákkal kapcsolatban.